Folytatjuk tovább János evangéliuma folyamatos tanulmányozását. Az első fejezet harmadik részéhez érkeztünk, amely a 35. verstől az 52. versig terjedő szakasz. Először felolvasnám, hogy a prológus és keresztelő János bizonyságtétele után mit tartott jónak János apostol feljegyezni. A mai alkalommal talán ezt a címet adhatnánk megbeszélésünknek, hogy az első tanítványok elhívása. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott járt, mondta, íme az Isten báránya. És hallotta őt a két tanítvány, és amint szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván, és látván, hogy követik azok, mondta nékik, mit kerestek? Azok pedig mondták néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondta nékik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simony vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és mondta néki, kövess engem. Fülöp pedig Bétszajdából, az András és Péter városából való volt. Találkozott Fülöp Nátánállel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Fülöp, jer, és lásd meg. Látta Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és mondta ő felőle, ím egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelt Jézus, és mondta néki, mielőtt hívott téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánael, és mondta néki, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelt Jézus, és mondta néki, hogy azt mondtam néked, láttalak a fügefal alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondta néki, bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak, az ember fiára. János evangéliuma prológusa után a következő részben az előfutárról, keresztelő Jánosról olvashattunk, azután pedig most az első tanítványok kiválasztásáról. Nagyon fontos rész ez, és János apostolnak itt is kiegészítő jelleggel meg kellett tennie ezt, hogy szóljon az első tanítványok kiválasztásáról, mert az előző 3 evangélium ugyan sokat szólt a tanítványi csapatról. Bizonyos tanítványok kiválasztásáról külön történetben is megemlékeztek, például Máté elhívása, vagy például arról is, hogy a tanítványok a kezdeti lelkesedés után hogy hagyták, most így mondhatnám, faképnél Jézust, hogy mentek haza, amikor kellett nekik otthon a pénz, mert hiszen legtöbbjük családos ember volt, halászattal, kétkezi munkával foglalkoztak. Nem merték előhozni Jézusnak azt, és nem tőle kértek tanácsot vagy segítséget az anyagiak tekintetében, hanem ahogy a Lukács evangéliuma 5. fejezete közli,
Egyszer csak hazamentek, hogy majd jó sok halászattal és halak kifogásával rendbehozzák az otthoni háztartási pénzügyi gondokat. Ezt is feljegyezte tehát az az evangélista, aki mindennek utána járt. Aztán ugyancsak Lukács mondja el a 6. fejezetében, hogy a hegyi beszéd előtt, annak elmondása előtt, tehát azért az már jó 2 évvel Jézus fellépése után történt, Jézus kiválasztotta a tanítványokat, és a tanítványokat apostolokká is tette. Aztán Máté evangélium a 10. fejezetében olvashatjuk, ahogy kiküldte ezeket az apostolokat. Aztán arról is szó esik, hogy egy különleges embert Jézus nem hívott a 12 közé, de ő nagyon szeretett volna oda tartozni, és az ő tragédiáját, hogy nem odavaló volt, és nem értette meg igazán Jézus küldetését, éppen János evangélium alapján, majd a 6. fejezettől elkezdve fogjuk tárgyalni, ez Júdás. Aztán persze olvashatunk a 70, a tágabb körű tanítványi csapatnak a szétküldéséről, ez Lukács 10. fejezete. Aztán végül olvashatunk a tanítványoknak szóló nagy missziós parancsolatról, ez Máté evangélium a 28. fejezete. Tehát a bibliai leírásokban, a 3 előző evangéliumban nagyon sok szó esik már a tanítványokról, de Jánosnak azt kellett pótolni, hogy kik voltak az első tanítványok, és hogyan történt a tanítványok kiválasztása. Nagyon érdekes kérdéseket jegyzett itt fel János evangélista. Az első kérdés, hogy amit persze Jézus tett fel, és nem a tanítványok, hogy odafordulván keresztelő János néhány tanítványa felé, mert ebből az is kitűnik, hogy keresztelő Jánosnak is volt egy tanítványi csapata, ez ugyan később Lukács 11. fejezetéből is kitűnik, mert akkor ott azt kérdezték Jézustól, hogy taníts minket imádkozni, hogy János is tanította az ő tanítványait. Nos hát, az első kérdést Jézus teszi fel, hogy mit kerestek. Mert Jézus Krisztus akkor is, később is és ma is azokat tudja tanítványaiul választani, akik kereső emberek, akik kérdeznek, akik utána akarnak járni bizonyos dolgok megoldásának. Mit kerestek? Már a példabeszédek könyve 8. fejezetében ezt mondja Jézus, ott éppen megszemélyesítve, mint a bölcsesség áll előttünk, hogy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán a hegyi beszédben is megerősíti Jézust, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, az zörgetőnek megnyittatik. Isten mindig a kereső embereknek áll rendelkezésre. Nem véletlenül mondta Pascal, a híres francia gondolkodó a 17. században, hogy ő szerinte csak 2 ember méltó az ember névre. Az egyik ember, aki már megtalálta Istent, és teljes szívéből szolgálja őt. A másik ember, aki még nem találta meg Istent, de teljes szívéből keresi őt. Nos hát Jézusnak a legelső tanítványa és későbbi tanítványok is egytől egyig a kereső emberek közül kerültek ki. Erre jó gondolni, és jó bátorítani mindenkit napjainkban is, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, az zörgetőnek megnyitatik, de úgy, ahogy Jeremiás próféta egykor mondta, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, nagy dolgokat mondok, csoda dolgokat, amiket nem ismersz, nem tudsz. Tehát nem a dörmögő embereknek, nem a bajszuk alatt panaszkodó embereknek, nem a sopánkodó, a mindig minden helyzetre, emberre, rosszat mondó embereknek jön el Jézus az életükben, hanem azoknak az embereknek, akik fölteszik a kérdést, hogy hogyan lehet igaz életet élni, jó életet élni, mások javára szolgáló életet élni, másokat boldogító és nem elszomorító életet élni.
mit kerestek? És nagyon érdekes, hogy erre a válasz az első tanítványok részéről, András volt az első, és magát nem nevezi meg Andrással együtt, de hát ő az evangélium írója János, tehát András és János volt a két első tanítvány, aki majd szól András a testvérének, Péternek, aztán Fülöpnek, és akkor Fülöp Nátánelnek és a többinek, hogy mondjuk láncreakció szerűen az első öt tanítvány már előttünk is áll, de mit is kérdezett András és János, hogy Mester, hol lakol? Hadd kérdezem én is, mivel ikesige a magyarban nem úgy, hogy, hol laksz, hanem hol lakol, hol van a szálláshelyed, hogy élsz, hogy telnek a hétköznapjaid. Igen, a megjelenésed, a beszéded, a szavaid valami csodálatos lényt árulnak el, de mi ennél többet is szeretnénk, mi nem csak tanításokat akarnánk hallani, mi szeretnénk életmódot is megismerni. És azt gondolom, hogy ma is elevenen talál bennünket ez a kérdés, mert a lelkemén ma is nagyon sok ember az életmódja megváltozásának lehetőségét keresi. Hogy hogyan lehetnék vérmes emberből nyugodt ember, türelmetlen emberből szelíd ember, pontatlan emberből kiszámítható ember, követelődző emberből másoknak adni tudó ember, hogyan tudnék megnyugodni, harmóniában élni, békességben élni, hogyan tudnék mások és magam javára élni. De a hétköznapok forgatagában, hogy reggel, amikor felkelek, és hálát adok, hogy ma is fölébredtettem, az első gondolataimmal már a Teremtőmet keressem. Már a legegészségesebb életerőmet Istennek adjam, és imádkozással, bibliaolvasással kezdjem a napot. Vagy hogy előttem álljon egy nap összes feladata, és ehhez Istentől kérjem a segítséget, mert ha Isten velem, kicsoda ellenem, ahogy mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, és napközben is többször emlékezzem meg Istenről. Ne csak a muzulmánok vonuljanak el naponta ötször imádkozni, hanem a keresztény ember, mint Dániel próféta, aki szokása szerint naponta háromszor. És hát ez rendeltetésszerűen, és soha erről le nem mondva, naponta háromszor elvonult, hogy megerősítse kapcsolatát az Istennel, hogy erőt nyerjen az Istentől, vagy akár többször. Mester, hol lakol? És Jézus Krisztus semmilyen igaz kérést és kérdést nem utasít el. Jöjjetek és lássátok meg. Jöjjetek és lássátok meg. Nincs titkolni való. Én nem egy fellépő sztár vagyok. Én nem olyan vagyok, aki elmondom a szép igéket, aztán valahova elmegyek és ledőlök, és akkor most ott egész másképp viselkedem. Jöjjetek, lássátok meg. És János, és innen is tudjuk, hogy ő volt András mellett a másik, feljegyezte, hogy mintegy 10 óra volt. Az emberek abban az időben, Palesztinában reggel 6 órától számították az időt, tehát 6 meg 10, az 16 óra, tehát délután 4 óra volt. Délután 4 óránál fogva elhagyták ott keresztelő Jánost, és Jézus nyomába szegődtek, és ő vele maradtak, és együtt töltötték azt az estét, éjszakát. János olyan nagyon érzékletesen mondja, hogy aztán jött a másnap, a harmadnap, Jézus el akart vonulni Galileába, de valaki szólt a testvérének, és ez is milyen szép mozzanat, hogy András szól a testvérének, és mit is mond Péternek?
És ezt is hadd olvassam fel ebből a tanítványi elhívásból. Találkozott először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Tehát a megtaláltuk a messiást, a megtaláltuk a megváltót. Ha van megoldása az életünknek, nem természetes, hogy a hozzá közel állunknak mondjuk el először, családtagjainknak, rokonainknak, barátainknak, akik hallgatnak ránk, vagy akik adnak valamit a szavunkra, nagyon gyorsan megosztotta András Péterrel, és ezekkel a szavakkal, hogy megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, ugye a héber messiásnak a görög fordítása a Krisztus kifejezés, és innen jön a latinos Krisztus kifejezés, mindegyik annyit jelent, hogy felkent, akit Isten kent fel, akit Isten állít elénk, mint egyedüli megoldását az életünknek, és az emberiség minden tagja életének. A Jézus szó a héber Jehoshuából származik, és Jézus, Jézus latinosított formája Jézus, az pedig annyit jelent, hogy szabadító. Jézus neve tehát ennyit jelent, a felkent szabadító, akit Isten kent fel, hogy felkenték egykor a papokat, a főpapot, akit Isten jelöl ki, hogy egyetlen egy fundamentumon épülhet fel az emberi élet, a Jézus Krisztusé. Ő a felkent szabadító. És ezzel az egyszerű mondattal vezette Jézushoz András a testvérét. Jézus pedig mondta neki, te Simon vagy a Jóna fia, de Kéfásnak fogsz hivattatni, ami megmagyarázva kőszikla. Miért adta ezt a nevet Jézus Péternek? A névváltoztatás mindig sokat mondó. Amikor az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Ábrámnak Ábrahámra változtatta meg a nevét maga az Isten, mert Ábrám annyit jelent, hogy előkelő, magas atya, gazdag ember, mondja Ábrám, és az Ábrahám az pedig annyit jelent, hogy sokaságok atya, hogy nagy népnek az atya, akinek még akkor egyetlen egy gyermeke nem született, pedig 75 éves volt, és Isten megígéri neki a gyermeket, és 25 évig várakozik rá, és igen, az Ábrámból Ábrahám lesz Izsák megszületésével. Vagy Jákob, a sarkot megragadó, az ügyeskedő, a csaló, akinek a nevét a Jabbók partbeli küzdelem után maga a megváltó változtatja meg, és Izraelnek fogsz neveztetni. Mert ahogy a Jákob jelentéses név és csalót jelent, az Izraél is jelentéses név, és annyit jelent, hogy Isten harcol, vagy Isten harcosa. Milyen nagy különbség, milyen nagy megváltozás, de ezt a Jabbók partján, az Istennel való küzdelem nyomán kapta ezt a nevet. Jákob, aki ettől fogva Izrael. És Péternek miért adta ezt a nevet Jézus? Mert előre látta ennél a heveskedő, ennél a nagyon jó szándékú, de önmagára sokat adó, önmagában sokat bízó emberről. Pontosan látta Jézus, hogy milyen borzalmas tagadásba fog belefutni, belesni, és hogy össze ne roppanjon jó előre a nevét már sziklára, kősziklára, Petroszra. Ugye a Petrosz sziklát, kősziklát jelent a görög nyelven, de majd látni fogjuk, és Máté Evangélium a 16. fejezetéből tudhatjuk, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy te Péter vagy, te Petrosz vagy, és utána folytatta a mondatot, hogy én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, akkor ott már egy másik szót használta, Petrát. Te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán, akit előbb te megvallottál messiásnak, tehát magamon építem fel az egyházamat. Tehát Jézus soha nem mondta ezt Péternek, hogy te Petrosz vagy, és én te rajtad építem fel az egyházamat.
ez óriási, nem tévedés, csalás, hiszen ezt tudhatták, akik a Bibliát eredetiben olvashatták, eredeti görög nyelven, hogy más szó is szerepel, és ezt úgy lefordítani nem is lehet, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel, csak úgy lehet magyarázni, úgy lehet nagy néptömegek elé állítani, mintha Jézus ezt mondta volna, de ez kolosszális csalás. Jézus soha nem mondta azt Péternek, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az egyházamat. Jézus azt mondta, te Péter vagy, és akit előbb megvallottál ezen a kősziklán, te Petrosz, rajtam, a Petrán építelek fel téged. És milyen érdekes, hogy most már három tanítvány van előttünk, és amikor találkozott Fülöppel Jézus mondta, hogy kövess engem. Fülöpp pedig Bétszaidából, az András és Péter városából való volt. És egy nagyon fontos kijelentése János apostolnak, hiszen Bétszaida a galileai tenger, vagy a genezáreti tó északi részén elterülő város, kétnyelvű város volt, nem csak zsidó arámi nyelven beszéltek ott, hanem görögül is, mert ez határa volt az északi 10 városnak, kereskedelmi utak meccéspontján feküdt, ezért olvassuk majd a 12. fejezetében János evangéliumának, hogy hát a bétszaidai tanítványt kérték a görögök is, hogy vezesse őket Jézushoz, mert ők tudtak görögül. Tehát tulajdonképpen a negyedik tanítvány az Fülöp volt. De nézzük, hogy ki volt ez a Fülöp. Találkozott Fülöp Nátánellel és mondta neki, aki felől írt Mózes a törvényben és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Milyen érdekes kijelentés ez is. Egy mondaton belül mi minden derül ki. Hát, ahogy említettem, a kereső embereknek mutatja meg magát Isten. Azoknak az embereknek, akik az életben, még Pascal egy másik töredékében ez is szerepel, gyötrődve keresnek. Mert sokszor a keresés az nem kellemes, sokkal kényelmesebb otthon leheveredni, és az addig elnyert biztonsággal és kényelemmel élni, aztán persze tönkre menni. De a kereső embereknek Isten mindig megmutatja önmagát. A kereső emberek, akik meg is fogják találni, és hol, Fülöp említi, aki felől Mózes írt, a názáreti Jézust, a József fiát. De mint a tűz és víz lenne a mondat első része és második része, az első része hitet, bizonyosságot közvetít, hogy aki felől Mózes írt, itt a szemünk látára teljesedik be egy profécia, Mózes 5. könyve 18. fejezetből, hogy majd küldök profétát közétek, olyan, mint ét, őt hallgassátok, aki azonban profétánál is nagyobb lesz. De miért teszik hozzá, hogy a názáreti Jézus és a József fiát? Majd elhangzik a kérdése Nátánálnak, hogy lehet-e valami jó, származhat-e valami jó Názáretből? Hiszen az a vidék, Galileának az a vidéke nem volt jó hírű. Mintha én most mondanék az országunk területéről, nem mondok, de mondhatnék egy-két települést, egy-két olyan falvat vagy várost, ami nem egészen jó hírű, mert olyan emberek lakják, ahol az erkölcs nem áll a legmagasabb fokon. És már is kiváltja Nátánálból a kétkedést, hogy valóban ő a messiás. Hát a messiásnak nem Betlehemből, Dávid családjából, nemzetségéből kell származni, miért Názáretből, Galileából jön? Nem ismerte Nátánál Ézsajás másik proféciáját, hogy Zebulon és Naftali földje adja majd azt a messiást, aki ott nevelkedik fel, de nem lesz mindig sötétség ott, ahol most sötétség van, hanem majd világosság ragyogja be az északi ország részt is. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Fülöp, gyere és lásd meg!
Mert ugyan látszólag Nátánál ismerte az írásokat, de a kétejére Fülöpnek csak ennyit lehetett mondania, itt nem lehetett érvelni, ugyanaz a mondás, mint az első két tanítvány, hogy Mester, hol lakol? Hát gyere, nézd meg! A saját szemeddel ellenőriz, ez nagyon fontos alaphangja lesz majd János evangéliumának, hiszen a magas tanács egyik tagja is csak azért állt Jézus oldalára, persze ez kellett több hónap és talán három év is, hogy Nikodémusból is keresztény ember legyen, mert ő is ének idején nem lefeküdt aludni, hanem kiment Jeruzsálem belvárosából, mivel hát a magas tanács tagja volt, és farizeus, gondolom, hogy egy nagyon jómódú házból, talán kioson, talán az éjszaka leple alatt megkereste a Getsemáné kertben, az olajfák hegyén azt a lakhelyet, ahol Jézus szokott éjszakázni a tanítványaival, és ének idején szerette volna feltenni az ő gyötrő nagy kérdéseket. Igen, ma is tanulságos, és ma is nagyon sokat mondó, minden aprónak látszó mozzanat a Bibliából, és így most János evangéliumából is. Jel és lásd meg, próbáld ki. Ha János evangéliuma is majdnem ezzel fejeződik be, amikor Tamással sem vitatkozik az Úr, Jézus Krisztus, hanem azt mondja, hogy ha te kétled, hogy én lennék-e a feltámadott, hát akkor hozd ide kezeidet, és nézd meg sebeimet, és mélyíts be ezekbe, vagy tapogasd meg a seb helyeket. Jézus Krisztus és az őt küldő mennyei atya minden kérdést kibír, és minden igazságkereső embernek a rendelkezésére áll. A Mester hol lakóra az a válasz, hogy gyertek és kövessetek és lássátok meg, és ha jöhet-e valami jó hír Názáretből, szintén ezt a választ érdemli, hogy gyer és lásd meg. Látta Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és mondta ő felőle, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Hát ez egy óriási elismerés volt. Hogy Jézus ezt mondja a Nátánaelre, akkor ezek szerint ez egy lelki ember volt, ez egy a keresésben, a gondolkodásban, a kérdések felvételében előre haladott életet élő ember volt. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelt Jézus, és mondta néki, mielőtt hívott téged, Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Már az Ószövetségben sok említés nyer a fügefa, aztán hát az evangéliumokban is. A fügefának nagyon nagy a levele, a szikomorfa, a vadfügefa, az megnőhet 20-25 méter magasságra is. A nálunk is ismeretes fügefa, a nemesített fügefa, az csak néhány méteres, de óriási levelével azon a délvidéken hűs árnyat biztosított a nyári forróság elől a fügefa oltalmába menekült embereknek, ugyanúgy, ahogy egykor Ninivében a ricinus vagy tök levelei Jónásnak, és Jézus látta Nátánaelt, igen, Jézus megőrizte az isteni személyiségét, és az isteni személyiség tud mindent. Jézus a hatalmát tette le, az isteni hatalmát tette le, de az isteni személyiségét, a mindentudást, az ismeretet, a tiszta ismeretet megőrizte. Ő látta Nátánaelt, ahogy Nátánael az élete során sokszor elvonul a fügefa alá imádkozni, kereste az Istent. Nem csak az írásokat tanulmányozta, amire a kérdése is lehetőséget ad, hogy ezt feltételezzük, hanem sokszor imádkozott. Bibliaolvasás és ima élet ma is ez a hívő embernek a két oszlopa, amivel a házát tartja, amivel az erkélyt alá lehet támasztani, amire kilépünk. Bibliaolvasás és komoly ima élet. A Biblia szavainak komolyan vétele, meghallani, meghallgatni a jó Istent, és utána hozzáfordulni, mint jóságos atyához, aki a mennyekben vagy, kérve, hogy szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, de ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez a mintaima, amelynek 6-7 kérése mindig előttünk kell, hogy álljon, és amit a Zsoltárok könyve alapján nagyon sok hívő izraelita már gyakorolt, úgyhogy Jézusnak csak összesíteni kellett az Ószövetségnek az imádságról adott kijelentéseit, amikor a mintaimát megfogalmazta. Kétszer van benne a Bibliában, Máté 6. és Lukács evangéliuma 11. fejezetében. De Jézus itt nagyon nagy nemességet adott az imának. Jézus elismerte az igaz ima életet, elismerte az Istennel való igaz kapcsolat keresésének vágyát és erejét, és ő maga is ezt tette a földi életében. Ő maga is tudta, hogy igazság és imádság által leszel erős. Ő is az élete nagy küzdelmei előtt ima küzdelmet folytatott, és megerősödött leginkább a Getsemáné kertben, ahol megfordult a világ sorsa. És amikor Nátánál ezeket a szavakat hallja, azt mondja, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Elég volt egy-két mondat, még nem is ismerte Jézus, de látta, hogy Jézus ami rendkívüli erővel rendelkezik, tisztánlátással, világossággal, valóban az istenség fénye ragyogta át Nátán állt, ahogy Jézus előtt állt, és elismerte, hogy valóban Jézus az Isten fia, az Izrael királya, a megígért megváltó, amiben oly sokan kételkedtek, hiszen hát sokan csak rabbinak mondták, még Nikodémus is így fogja megszólítani, hogy Rabbi, mester, mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, hanem ha csak az Isten van vele. De oly kevesen ismerték el megváltónak és megváltójuknak. Nátánel az 5. néven nevezett elhívott tanítvány gyorsan felismerte Jézusban a megváltót, gyorsan szeretett volna neki engedelmeskedni, mint ahogy később Pál a damaszkuszi úton, amikor kapta a kérdést, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Rögtön azt felelt, hogy ki vagy, Uram? És amikor Jézus bemutatkozott, már is azt kérdezte tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Az első tanítványok ilyen igazán kereső, hívő emberek voltak. Nem voltak a 6000 farizeus közül valók, mintha ma azt mondanám, nem voltak az akadémikusok és professzorok közül valók. Nem is voltak értelmiségiek. Értelmiségi csak egy volt közöttük, aki Júda földjén nevelkedett, Kariót városában, Iskariótnak hívták, Iskariótésznek, vagyis hát Kariótból jövő férfinak, aki hozzájuk csapódott, nem a tanítványok, nem nagy hírű, nem is értelmiségi emberek voltak, egyszerű, kétkezi munkás emberek, halász emberek, földművesek, vagy éppen vámszedők, akiket mélyen-mélyen lenéztek a zsidók, hogy a rómaiak érdekeit szolgálják ki, mint ahogy Máté, aki örömében összehívta a vámszedő társait, vagy Zákeus, aki leszállván a fügefáról behívta Jézust a házába, és akinek Jézus megígérte az üdvösséget a Lukács evangéliuma utánjáró feljegyzése szerint. De Jézus Nátánnel szavaira ezt válaszolta. Felelt Jézus és mondta néki, hogy azt mondtam néked, láttalak a fügefalat, hiszel, nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondta néki, bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Jézus, amikor valamit bizonyítani kívánt, valamit nagyon világosan a hallgatói értésére akart adni, nagyon gyakran visszautalt Ószövetségre, ószövetségi történetre, vagy jelen esetben ószövetségi látomásra, Mózes első könyvének
a Teremtés könyvének, a Genezisnek 28. fejezetében olvashatjuk azt a részletet, hogy Jákob, amikor el kellett, hogy szaladjon szülőföldjéről, mert Ézsau, az ikertestvére bosszút forralt ellene, el kellett, hogy hagyja a szülői házat. Nyilván tudjuk, mi miatt a csalása miatt, az apai áldásnak csalással való elvétele miatt, és ledőlt ott az első napi fáradtságos vándorlása után egy kőre, és elaludt, akkor Isten egy csodálatos álmot adott neki, egy szinte látomásszerű álmot, hogy egy nagy létrát, vagy régies magyar néven lajtorját látott, ez a bizonyos Jákob lajtorjája, amely föl alá szálltak az angyalok, vagyis hát a létre azt fejezte ki, nagyon egyszerűen, később majd ezt az álmot hatalmas látomássá kerekíti ki Ezékiel próféta könyve első és harmadik fejezete, hogy a menny és a föld között állandó kapcsolat van. És ezt az angyalok, a jó angyalok, Isten jó angyalai hozzák létre. Persze ott van a démoni világ is, itt van a világunkban a démoni világ is, erről az Efézus levél 6. fejezete tudósít bennünket, de itt Jézus az isteni világ küldötteire céloz. És a létre tetején az Úr volt, aki küldi, várja, feladattal bízza meg, és tanácskozza meg az angyalokkal a mennyei terveket, és ezért olvassuk a Biblia profétikus könyveiben, főleg Dániel és Jelenések könyvében, hogy adatott a földön, adatott hatalom, adatott ez és az, mert a földi történelmet mindig a menny felügyeli. A földön semmi nem történhet meg Isten tudta nélkül. Ami megtörténik, mondja egyik kedves barátom, mindig Erdélyben azt mondja, azt szokta mondani, hogy ami itt megtörtént, azon ott volt az Isten aláírása. Ha Isten megenged betegséget, halálesetet, történelmi katasztrófákat, borzalmas háborúkat, hatalmában lenne nem megengedni, csodával határos módon felfüggeszteni ezeket. Akkor milyen lenne az emberiség? Akkor mekkora vérszemet kapna az emberiség minden még nagyobb rossz elkövetésére, hogy Isten megengedi a rossznak természetes következményeit, és ezek borzalmasak, szinte természet fölöttiek. Isten mindenütt ott van, nem tőle származik a rossz, de az, hogy ő megengedi, ezzel az emberek javát akarja szolgálni, hogy az emberek elborzadjanak a rossztól, vagy hogy keressék őt, vagy hogy csak a jobban nyugodjanak meg, és meg tudják becsülni igazán a jót annyi sok rossz dolog után. Hát Nátánál, ha te velem tartasz, ha elfogadod elhívásomat, akkor ez alatt a 3,5 év alatt sokkal többet fogsz látni, mint amire gondoltál volna, mint amit eddig Isten meg tudott mutatni az embernek, az emberiségnek, mert most a menny legnagyobb küldötte érkezett erre a földre. És a menny legnagyobb küldötte nem átallotta azt, hogy gyenge, esendő embereket elhívjon tanítványi csapatába. Jézus nem egyedül hajtotta végre a nagy művét, hanem Jézus 12 emberrel együtt, aki közül egyik áruló volt, a másik megtagadta, de a többi 10-nek is annyi sok hibája volt, mint ahogy nekünk is. Mint ahogy mi ránk is mondhatják azt az emberek, hogy nehéz ember, nehéz elviselni, vagy ebben és abban a helyzetben nagyon nehéz szót érteni vele, és mégis János evangélium a 13. fejezete elején olvassuk majd a csodálatos mondatot Jézus szájából. Illetve nem Jézus szájából, hanem János apostol mondja el Jézusról, de ez ugyanolyan, mintha Jézus szájából szólna, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Jézus nem egy személyben, mint valami nagy próféta, vagy valami nagy megváltó járta be az országot, hanem az emberek tanítása mellett még nyakába vette azt a terhet, azt a feladatot is, hogy 12 férfi emberrel a 20 évestől a
30-40-50 évesig, hiszen elég nagy különbség lehetett mondjuk egy János apostol vagy egy Péter között, ilyen emberi terhekkel együtt élve hajtotta végre a megváltás művét. Néha azt kellett mondani a tanítványoknak, mint Péternek is, hogy Simon, nem tudtál egy óráig se vigyázni. Máskor meg azt kellett mondani, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. De Jézus szomorúságánál, bánatánál nagyobb volt az öröme, hiszen ő azért jött a földre, hogy megmutassa, hogy a szeretet mindennél nagyobb, és a szeretet mindig győz. Nincs erő, amely a szeretetet legyőzhetné. És ezért Jézus terhelte magát azzal, hogy nem csak járta az országot sokszor étlenül szomjúzva, nem csak a támadások keresztüzében, főleg a vallási vezető réteg részéről, hanem vállalta a legnagyobb fájdalmat is, ami emberre, miránk is leselkedik az életutunk során, hogy a hozzánk közel álló, legközelebb álló emberek hazudtolnak meg, vagy tesznek olyat, ami még az idegenektől, az ellenségeinktől se várható. De Jézus mindent vállalt, hogy megmutassa, hogy a szeretet az igazság törvényeinél nagyobb törvény nincsen. És a szeretetlenség, az igazságtalanság világában is megélhető a tiszta szeretet és az igazsághoz való makulátlan ragaszkodás magatartása. Jézus Krisztus ezért választott tanítványokat, hogy majd őket nevelve, először tanítványokként, aztán apostolokként, tehát hírvivőként, prófétaként, tudja küldeni az egész nép számára, és Jézus ma is ezt teszi. A kereső embereknek nyilatkozik meg, a kereső emberek fogják megtapasztalni, hogy ő kicsoda, a kereső embereket vezeti el a Szentlélek mind mélyebb és mélyebb tanulságok levonásáig, és aki csak vízzel keresztelt, mint keresztelő János, most itt van az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Itt van Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, és ma is ezt teszi, a kereső embereket vezeti el a megtérésre, az első igazi megtérés neve az újonnan születés, ezután újabb és újabb naponkénti megtérések sorozata kell, hogy bekövetkezzék az életünkben. Minket tanít Jézus, járjál Krisztus iskolájába, nyisd fel a Bibliát, és a négy evangéliumok mellett az egész Bibliát is, hogy aztán te is a tanítványból apostol legyél, és meg tudjál tanítani más embereket is arra, hogy ne egyszerűen egyház tagok legyenek, ez mérhetetlenül kevés, hanem Jézus követői legyenek, akik minden nap komolyan veszik azt a kijelentést, amit itt Jézus a prológus utáni második, harmadik részben is elmond, hogy jár, köves, jár, lásd meg, vagy hogy majd befejeződik János evangéliuma, amikor Péter apostol kérdésére az utolsó fejezet legvégén Jézus azt mondja, hogy mi lesz Jánossal, ez az én dolgom. Ezt most nem hozom a tudomásodra, Péter. Annyit megmondok, hogy János megéri majd a század végét, és látni fogja az én eljövetelemet, tudnék, hogy kinyilatkoztatom neki, amit a Jelenések könyvében Pátmos szigetén megmutatok, hogy hogyan is lesz az én második eljövetelem. De erről részletesen most téged nem értesítelek, nem világosítalak fel. Én csak azt mondom neked, Péter, hogy te kövess engem. És Jézus tegnap, és ma, és holnap mindörökre ugyanaz, és nekünk is ezt mondja, hogy te kövess engem.